Szóval ma két küldetésünk van, az egyikből be kell jelentkeznünk végre először, mert Aomoriban nem engedték, két csak öt napot haraptunk, hogy be kell jelentkeznünk itt a Peruba, mint hogy itt lakunk, tehát lakcímet kell regisztrálnunk. Utána pedig át fogunk menni egy másik helyre, ez lesz a második missziónk ma, viszont ha ilyen szar idő lesz folyamatosan, akkor egy kis meglepivel fog véget érni a nap. Tartsatok velünk! Egy nagyjából egy-másfél órás hát kitérő után mehetünk tovább, és meglett a végre van japán lakcímünk a kettőnknek, ami tök jó, viszont holnap vissza kell jönnünk, mert az egészségbiztosítási kártyánk még nincs kész. Egyébként tök könnyen ment, baromi gördülékenyek a japánok, nem az van, mint mondjuk, és azt mondom, hogy Magyarországon, mint Európában, hogyha valami van, akkor elküldenek, ha nem értenek, akkor szintén elküldenek, itt megoldják, valahogy megoldották. Kicsit nehézkes volt néha, mert néhány papírt nem teljesen értettünk, néhány papírnak a nevét, meg néhány ilyen kerigós kifejezés, de igazából szerintem nagy gond nem volt vele, sokat kellett mondjuk várni, de az megesik. Szóval most megyünk. Van egy kis bizniszem, de mesélek útközben. Szóval a sztori az, hogy pár napja úgy random benne a hóban, lenne a főúton találtam körülbelül 500 darab Pokémon kártyát, én meg mint kártyaszerető gondoltam, megmentem őket. Mint kiderült, olyan 10-20 lap volt benne, amik ilyen 1 euró környékén élnek, ami szerintem már egy jó deal volt. Viszont a többit, amik nem érnek sokat, azokat most le fogom vinni a Book of Store-ba, ahol pár napja jártunk. És vagy eladom őket, vagy becserélem One Piece kártyákra. Mindjárt meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Szóval nem jártunk jól, az egész boxért adtak volna 35 jent, ami szerintem kicsit vicces, de mindegy, igazából vettünk két One Piece boostert, ami megérte. Szóval megyünk most tovább. Hát poén volt, de annyira jól azért nem ment. Az igazság, hogy ahol dolgozunk, az most tele lesz. Úgyhogy először elmegyünk kajáért, még mielőtt visszamennénk. És meglátjuk holnap ez mennyire okoz nekünk nehézséget.
Hát reméljük nem lesz tele túl sokáig, úgyhogy minél hamarabb végzünk holnap is. Igaza van a Hopi-nek, Whisperton nem lesz férfiatlan attól, mert meleg.